oktató bemutató program, felső szerszám fél, verzió 0.14, azaz ebből az első verzió. Ez hasonló, mint a sors szerszám fél konstrukciójában, csak ugye más alkatrészekkel. Hát itt is pont úgy kell, hogyha megjegyzésre rányomunk, akkor itt is írja az aljan, hogy az egyes alkatrészek micsodák. Így lehet venni. Elég gyors lett, tehát látszik, hogy gyorsan vált. És lehet, hogy majd itt a időzítéseken változtatni kell, mert túl gyorsan el is megy. Hát ez a részletkérdés, most akkor elviszonyomjuk, hogy bezavarja minket. Itt is kéri az alkatrészeket, hogyha elindítjuk. Indítsuk el, ugye két mód van, kézzel lép és automattal lép. Most az automata az gyorsabb. És akkor elindítjuk, és szépen elkezdi a bemutató részt. Most egyenként, hogy jön-e, még azt itt kiírom, és szépen a rakja után a valami bélyegtartó lap, az kéri, amit látható, és akkor szépen egyenként végig megy, és közben ez forgatható, itt is, mint volt, visszaállítható, hát különböző, ahogy írtam, hogy prezumolható, kizumolható, a P-vel változtatható, ez is ellel, ugye erre is, arra is, és van még az O. Ja, hagyja csak, mert mindegy, itt már a felvétel. Igen, és akkor igen, és így végig mehetek rajta, és akkor így alapba visszaálljunk, és akkor körre megy. És szépen, mint látszik, a gizmo is akkor fordul. Van egy gond, hogy a materiált elhagyja, azt akkor visszaállt a fehér lesz, mert ezeket majd a legvégén kijavítom. Szépen összeállt az egész, és visszanyomjuk, hogy le végigmegy. Az alsó részt, ugye ezeket a oszlopbőr rögzítőket itt most nem látjuk, de majd megfordítjuk, akkor majd látni fogjuk. Szerintem most rakja be, hogy lássuk. Ez az utolsó. És akkor egy új funkciót raktam be. Ez a kék leföl gomb, ez megfordítja, mert itt ez tulajdonképpen a teljes ford, ugye fordítva kell majd rakni be. És ugye itt még látható, hogy néz ki, és itt is ugye megnézhető a fentről, entre eltávolítható, essel arrébb, itt is az, sajnos a csavar az elmegy, a színe, akkor itt ráfordítható lukappal körülfogható, hogyha rámegyünk, mondom rámegyünk, az a W, ilyeneket, és akkor visszaállunk, ezzel meg visszaforgathatjuk, ha akarjuk. Ez innen, és ugye itt van egy ISO mód, ez meg perspektívát kiír, ugye ez a perspektív, ez meg ISO mód. Annyi a különbség, mint látod, hogy a perspektíva, ahogy látjuk, az ISO meg síkba látjuk, tehát ezt 2D-be így látnánk, ezen így látjuk. Hát itt lehetne ezzel is, ezek még majd változtatok rajtok, nem így kéne kinézni. Ez most teljesen lényegtelen, itt is ezt meghagytam. Hát ez lehet, hogy készedjük, még nem tudom. Hát ennyi a felső szerszámfélnek a videója.